Az Ételek, Italok, a Design és a Kézműves Fesztivál igazi felüdülés a nyári estéken, és erről Óbecse község polgárai és az ide látogatók is megbizonyosodhattak a város központjában megtartott első éjszakai piac alkalmával. A jó zene, vásárlás, szórakozás és ételek teljesen új élménnyé varázsolták a szokásos kimenős estét, az óbecsei felszabadulás téren pedig rendkívüli hangulat uralkodott. Sok mosollyal, pozitív hangulattal és színes változatossággal. Ezért elsősorban a Biber Polgári Egyesület és Óbecse Község idegenforgalmi szervezete volt a felelős, akik Óbecse Község támogatásával szervezték ezt a debütáló rendezvényt. A rendezvényen kézművesek, dizájnerek, különféle termelők mutatkoztak be, és elmondható, hogy ez egy jó esti szórakozás, jó kis program, ahova az emberek eljöhettek kikapcsolódni, barátkozni, ismerősökkel találkozni, elhozhatták gyermekeiket, tehát mindenki találhatott magának valamilyen szórakozást. Mi elégedettek vagyunk a mintegy 40 kiállítóval, akiket sikerült Óbecsére vonzanunk ma este, és remélem, hogy a látogatók is elégedettek lesznek, de majd meghalljuk, hiszen az óbecseiek kritikusak tudnak lenni. Mi azonban a jó és a rossz kritikákat is elfogadjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek visznek bennünket a jó útra, mindannyiunk legnagyobb megelégedésére. Úgyhogy várjuk a véleményeket, benyomásokat. A kínálat sokrétű volt, a tartalmak minden korosztályhoz és érdeklődési körhöz igazodtak. Ezért viselheti a családi rendezvény jelzőjét ez a fesztivál. A legnagyobb figyelmet azonban az étel-ital standok keltették fel, ami nem ritka az olyan ínyenc területeken, mint amilyen Óbecse. Hallottuk, hogy lesz ez a rendezvény, és hogy most először szervezik meg. Ezért eljöttünk pusztán kíváncsiságból. De elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok, hiszen nem gondoltam, hogy ilyen gyönyörű lesz. Remélem, hogy jövőre még jobb lesz. Nagyon jól érezzük itt magunkat, maguk a szervezők hívtak meg bennünket, hiszen Túria nincs messze Óbecsétől, és mi jó szomszédok vagyunk, vigyázunk egymásra, és azért jöttünk, hogy támogassuk ezt az első rendezvényt, hogy emeljük a színvonalát, és remélem, hogy ez sikerült nekünk. Minden esetre itt vannak a látogatók, és minden nagyon szép. Mi védjegyünkkel a hagyományos túriai kolbászunkkal jöttünk, és ezt népszerűsítjük. Mi a híres kalácsainkkal vagyunk itt, árulunk hagyományos mákos kalácsot, diósat, mogyorósat és a három keverékét. Van továbbá mákos és diós baklavánk, és házi kekszeink is. Annak ellenére, hogy ezt a rendezvényt most szervezték meg először, elégedettek vagyunk az eladással. Van sok látogató, úgyhogy jó minden. Őshonos hercegovinai termékek gyártásával foglalkozunk. Túrót, sajtot, tejszínt, pesztókát árulunk, vadalma és vadgránátalma szörpöket. Ami a hercegovinai tájegységre igen jellemző, az a mjesinai túró, amely egészen a 14. századig nyúlik vissza, és abban az időben is hasonlóan készítették, mint ahogyan ma is készítjük, azaz száraz birka bőrben. Olyan borokat árulunk, amelyek jellemzőek környékünkre, a Tisza mentére. Így elhoztuk Gedeon Krokán nevű borunkat, és amivel az óbecseiek büszkélkedhetnek, az az, hogy van saját szőlőfajtájuk, amely igen ritka a világban, vagy máshol nincs is egyáltalán. Ezt mindannyiunknak népszerűsíteni kellene. Mi egy apró lépést tettünk ebben az irányban azzal, hogy van egy kisebb szőlőskertünk ebből a fajtából, és bort is készítettünk belőle. Tervezzük továbbá szélesíteni és fejleszteni a továbbiakban. Erről azt mondhatjuk, hogy valami újdonság. A Gedeon Muscat Krokán valójában a Tiszamente valódi borcsókja, egy olyan borfajta, amely nem csak a régióban, hanem a világon is népszerűsíthet bennünket. A látogatásból és a polgártársak ilyen jellegű rendezvények iránti érdeklődéséből ítélve, a szervezők a közelgő nyári estéket az éjszakai piac megismétlésére, bővítésére kellene, hogy felhasználják, hogy mindenki ízlésének megfelelő egyedi fesztivált hozzanak létre.
Óbecse község legkisebb településén, Pecesoron immár 16. alkalommal ünnepelték a falunapot, minden generációnak megfelelő programmal. A szervezők szórakoztató programmal készültek a látogatóknak, többek között nyúlfogó vetélkedővel a gyerekeknek és sok más érdekes játékkal. Még a felnőtteknek főzőversenyt, valamint kulturális művelődési programot szerveztek, melyen az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjai vettek részt. Néptánc csoportok, valamint óvodás és általános iskolás gyerekek a pecesori iskola alsó tagozataiból. Van most jelenleg 4 csapatunk, máskor több volt, csak most mivel az időpont nem megfelelő volt, így akkor kevesebb csapat versenyzett, de attól függetlenül jól érzik magunkat. A vendégeknek juh és sertéspörköltet készítettünk, valamint a szentmise is van itt a programban, és akkor a gyerekeknek és a felnőtteknek ilyen játékok, például a gyerekeknek sampitejvés, akkor tojáshordozás, zsákban ugrálás, a felnőtteknek van sampitejvés, sörivás, a zenét Kikindai Vidám fiú szolgáltatja, éjfélig mulatozunk, meg reméljük jó lesz mindenkinek, mindenki viszont fog jövőre is jönni. Az eseményen részt vett Dávid Tufekcsics, a községi tanács sporttal, ifjúsággal, idegenforgalommal és tájékoztatással megbízott tagja is, aki kiemelte, hogy a Kultúrotthon munkájának javítása és új tartalmak beszerzése a polgárok egyik prioritása. A költségvetés a polgárok igénye szerint akción belül, és a velük folytatott közvetlen beszélgetés során konkrét javaslatok is születtek. A polgárok igénye szerinti költségvetés akció keretében Pecesor polgárai kifejezték igényüket egy új biliárdasztalra és 4 kapura a labdarúgáshoz, mert szeretnék gazdagabbá tenni a mindennapjaik tartalmát. Ezért mi a lehető legrövidebb időn belül be fogjuk szerezni számukra ezt a felszerelést, annak érdekében, hogy szabad idejüket a legjobb módon tölthessék, hogy barátkozhassanak egymással. Ami az elkövetkező időszakban vár a település lakóira, az a pecesori út felújításának folytatása, mutatott rá Tufekcsics. Emlékeztetnék arra, hogy 2021-ben már felújítottuk ennek az útnak a legrosszabb részét. Most pedig már kész a projektum, melynek értéke körülbelül 140 millió dinár, és az út felújítást foglalja magába 5000 méteren. Tudjuk, hogy ez nagyon fontos minden pecesori lakos számára, mert ez az út köti össze őket a regionális úttal, és a felújítás után ők majd biztonságosabban tudnak itt közlekedni. Pályázni is fogunk természetesen a pénzeszközökre magasabb kormányzati szinteken, annak érdekében, hogy biztosítsuk az anyagi forrásokat ehhez a nagy beruházáshoz. Végezetül említsük meg, hogy az időjárás is kedvezett a rendezvénynek, így a helyiek és az ide látogatók jó zenével, jó kedvel, finom ételekkel együtt ünnepelték késő estig a falunapot. Nenad Márics, ismertebb nevén Csácsák királya zárta a 7. alkalommal megrendezett Úriemberek hete rendezvényt, amelyet gazdag és színvonalas tartalommal tartottak a múlt héten az Óbecsei Népkönyvtárban. Márics költői kreativitásáról, festészetéről, életéről és pályafutásáról beszélt. A vele készült estét pedig a zenélés tette teljessé. Csácsák királya egyébként a belgrádi képzőművészeti karon végzett festőszakon, és közben énekes dalszerzői munkával is foglalkozott. Ez egy adottság, egy tehetség az én esetemben, amit fejlesztettem és amit nem akartam feladni. Mert tudják, van az az időszak, hogy amíg az ember nem bizonyít, senki sem hisz neki, és az emberek úgy vannak vele, hogy lehet, hogy tehetséges ez a gyerek, de kérdés, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy jobb lenne, ha valami mással foglalkozna. Én azonban kitartó voltam. Sokat dolgoztam az önkifejezésen, hogy mindazonáltal, amit csinálok, meg tudjam saját magamat és a körülöttem levő világot is magyarázni. Ez volt tehát a valamiféle motivációm. Úgy gondolom, hogy azt a tehetséget, amit az ember kap, nem szabad elhanyagolni. Sokkal inkább figyelni kell rá, és követni, fejleszteni, mert nem hiába kapta. Az idei Úriemberek hete rendezvény látogatói szórakoztató, oktató és inspiráló tartalmakat élvezhettek, amelyeket a szervezők gondosan megterveztek és elkészítettek számukra.
Mada je ova manifestacija u početku bila zamišljena da nekako bude... Bár ez a rendezvény az elején úgy lett elképzelve, hogy a férfiaknak is a férfiakról szóljon. Az évek során arra jöttünk rá, hogy egy ilyen rendezvény hiányzik ebben a városban, és szerettük volna kiszélesíteni, átterjeszteni minden korosztály, minden kategóriájára. Így számomra most úgy tűnik, hogy az idei rendezvény valahogy úgy alakult, hogy inkább a női nem alkotó készségének jegyében telt el. Magát az Úriemberek hetét is kedves polgártársnőnk Lotosz Lucsev nyitotta meg, aki két napon keresztül festőműhelyeket tartott felnőtteknek. Majd őt követte Tiana Prodanovics, az asztrofizika doktora, aki tehetségével és módszereivel sikeresen közelebb hozta ezt a tudományágat minden korosztály számára. De alkalmunk volt vendégül látni a kiváló Terék Annát is, aki költeményeiben nem mindennapi témákkal foglalkozik. Emellett voltak férfi vendégeink is, mint például Benedek Miklós vagy Marko Avramov, akire rendkívül büszkék vagyunk, mert ő szülőföldünk írója, akinek alkalma volt nagyon meghitt és kellemes légkörben bemutatni az első költeménygyűjteményét. Az elmúlt héten az Óbecsei Népkönyvtárban ingyenes tagságot biztosítottak a férfiak és a fiatalok számára. Egyébként az Úriemberek hete programjai más vajdasági városokból is vonzották a látogatókat. Tájékoztatjuk Óbecse község polgárait, hogy június 12-én szerdán, pontosan déli 12 órakor lakossági figyelmeztető szirénák megszólaltatását tervezik 60 másodperces hangjelzéssel, azaz a veszély megszűnése jelzéssel. Az értesítést azért adják ki, hogy a polgárokat időben tájékoztassák arról, hogy a sziréna aktiválásának meghatározott időpontjában nincs veszély vagy riasztási ok.